vodka, minden már a jeepünk még, mint egy sörösztünk, hát elég van, hogy egy feljártam, egy kis vicces kis rajt. Az az a fiú, a fagyomra 3 óra köreget éjjel. Vicceset kívánj! Vicceset kívánj! Vicces, vicces, munkás kis munkás! Munkás sör volt! Eltűnöttem, minek neked oltás? Olyan helyen jártam, hogy nem lehet csak portás. Kurva jó a buli. Mi van? Három kommentben sikerszem a felállni utolsó versenyt. Nem tudom, hogy tudod finoman, egy csak egy csak vodka, egy pálinka is volt, a pálinkában csak egyet tényleg egyetűztem, mielőtt nem vettem volna. Szállt mégis csak azért is, a jóból nem kell, mégis mondd, hogy én is csak azért is. Úgy te csopacskal a szöveget, ilyen nagyon durvá, és még nem figyeltem, hogy úgy elrepteltem, hogy magam hívattam, hogy jelen a szövegem nem kamu, koposom a szegek. Minden szavam igaz, ezt mutatják a hegek. Ha rám céloznál és végül érinted a ravaszt, húzd meg te farom, és ne legyél balfasz. A jóból nem kell, mégis mondd, hogy én is csak azért is. De volt itt jó sok év is, elszállt mégis csak azért is. Na, jó, hát srácok, akkor én most megyek, mert van egy kis dolgom az őrsőn. Ha a gyövök új lenyomatot elfelejtsetek el venni magamtól. Ricsiki hittél valamit? Milyen Ricsiki? Ricsiki, mert hittél egy valamit? Mikor az idő? Jaj, oké idő. Mondj valamit, Viktor. De van a faszom, megfagytam. Most meg feljöttünk, most meg kiengedtem. Háttérre van egy probléma. Minden világszám. Itt vagyunk egy ilyen másfél milliós havi bérlesz, vagy bérlési lakásban. De én csipi. Ennyi a dolog szépségében. Hogy állnak a dolgok, uram? Nem tudom, egy előre fennakadás. Vagy gázol fel. Nem tudjuk, hogy lesz megoldó a Greenbox, de csinálhat talán minden. Készülök. Jön a diek perrajzák. Állandóan ciciket, bukókat vesz fel, és tűzsarkulokat. Úgyhogy valaki portfóliót csinál, csak fenekére fogok a képet, arcolom el. Heki! Három ezer forintért meg leszopja a károm. Ajjajjajj, húzd vissza a nyelvet, azt vegye tudomásul, hogy ez a vonat elment. Ez rendesen, ahogy mi? Ez Made in China. De ez nem az, nem, ez nem Made in China. Ez nem azt írja. Ott még véletlenül sem azt írja. Ez az. Made in China, nem, ez igazából kínai rendőrtől loptuk el. Igazából, hogyha keresi valaki, akkor a materán fel van. 5 forintért. Üldöz az élet, üvöld mint egy sakár. De én vagyok a halál, gyere vedd el a kaszát. Jó, oké. Én benne vagyok, én felpróbálom. Én minden levő vagyok. Hát az a szoknya, az most az egyik combodra jönnek. Pont, egy körülbelül így igazából, hogy tért kalácsig feljönnek körülbelül. So baby, ma estén már sima. Békés megye, jó ideje, már az én portán. Mi is van a szidi, az elérepe bombász. Milyen lesz a tip? Mindenki megnézi majd a 10 ujjat, de 5-öt biztos. Lehet, hogy nem, nincs 10 ujjuk, de 5-öt tuti megveszel. Én már izgulok. Mit keresel, hölgy? Jaj, hát egy jó kefes sose volt ott. Szépítkezési folyamat van. Igazából mi is kellett volna a májászre, csak esélytelennek láttam azt, hogy valamit szépet kihozunk magunkból.
Nem? Hát hogyha mi is kellett volna, hogy sminkeljük magunkat, meg ilyenek, de nincs az a smink a világon, ami segített volna az arcunkon. Régó felszínben a stúdiózásban, az megész észre itt tudom. Párnát a vodka, mi nem kombó, az fordultam, ki voltam számízve. Azért, mert a szemem az meg, azért, hogy csak fordultam. Csíkszelet fogjál, hogy fel lehet, ha, itt már elmondom. Rossz doktor lennék. A katonák sincs szíve, megállapítom. Tehát a szívérték alacsony, sőt, egyenlő a nullával. Nem tudom. Hát igazából nem tudom. Itt se is. Hát, szívtelenek vagyunk. Nincs szíve. Neked sincs. Most vagy... Hú! Aha, valamit hallok. Ez nem volt. Valamit hallottam. Hát nagyon szarorvos lennék, vagy ez nem jó. Tehát az, hogy senkinek nincs szíve itt a ennyi, helyzet... Ennyi halott embert itt a környéken. Nem csodálom, hogy zombi apokalipszis lesz. Nem csinál szíved. Koposom a szeget, minden szavam igaz, mutatják a leget. Ha nem csinál a szám, és minden érintek a rossz. Húzd meg te barom, és ne legyél balfasz. Húzd meg te barom, és ne legyél balfasz. Szerintem kell megjegyezni. Húzd meg te barom, és ne legyél balfasz. Azért abban a verfilmben ne felejtsd el beletenni Kollár Zsoltot, akit üdvözlünk és mindannyian szerettünk. Partra lépek című verses kötet, mindenki ezt mindenképpen mindenki vegye meg, hossza meg. Láttam nagyon jó képeket tegnap, amit nem akarok itt elmondani. Volt neki egy busztustalan össze, de így szeretjük Zsolti. Melyikre gondolsz a pénzesre? Arra gondoltam. Akkor, aki meg kell említeni, SCH, Hőnadi, Heki, Szid, Kati, Timi, ők. Lehet vannak néhány ember, nem tudom a nevét. De mondom, a Zsoltit azt puszíjuk innen. Aranyember, aranyember, úgyhogy szia. Aranyember, aranyember. Köszönjük szépen az anonimalkó Isten tudja. Az már megint olyan lesz, mint a múltkor is a Zsolti feltette ilyen a képeket, ugye, hogy mi volt a stúdióban. Visszám anyám a háttérben nézi. Szerintem csak megjelenik a partra lépek kötet, nagy pélóval. Rendesen rám volt téve, így vittem ott tovább, értem, menjél már a szemét. Mi volt az? Nem érdekes, semmi. Mondd, hogy én is csak azért is. Három óra lesz, 5 perc múlva. Végeztünk nagy nehezen, nem tudom elmenni egyszerűen. Borzalmas fennakadások voltak. Azon kívül hozzá kell tenni új fel. Kollár Zsoltit imádjuk, Hőnadi egy pervers, Szide kibaszott állat. Ez nagyon ügyes. Két csaj, az pedig nagyon profi volt. Azok ja, és, heki, és végeztünk, hála jó Istennek, és megyünk haza. Végeztünk, megyünk Gyulára, Szide szalontára, dolgozik holnap. Az remélem fájni fog a fejére. Egész nap dolgozom. Jó lett szerintem. Aztán majd az úr megmondja nekünk, Roli, hogy mi lesz ebből. Klip lesz, azt mondja, hogy klip lesz. De én még gondoltam egy csomó mindenre, hogy ilyen állat. Verfilm az konkrétan az vállalhatatlan lesz. Tehát ez nem tudom, hol fog felkerülni Hőnadi miatt. Verfilmben minden lesz, csak arc nem. Hőnadi rossz a vállalat, de szép valójában. Ő, hogy az úriembert ilyen rap számú az meg, de valójában pervers, de szóval ez vállalhatatlan lesz. Szerintem csak egészséges férfi. Szerintem csak cicivel vesztene meg. Popóval van. Az sose volt, csak a miénk ne legyen benne. A jóból nem kell mégis.